Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, visszatérünk egy picit a videóvágás, videószerkesztés témakörébe. A KDN Live-ot fogjuk elővenni, de hasonló funkciók a legtöbb videóvágó, videószerkesztő programban fellelhető, több, kevesebb, vagy esetleg jobb, vagy esetleg rosszabb minőségben, mint ahogy a KDN Live-ban, de lényeg, nézzük is meg, mit fogunk a mai nap készíteni. Kétféle dolgot fogunk megbeszélni. Az egyik, hogyan tudunk diavetítést, képvetítést készíteni, természetesen képekből. Miért? És mikor használunk ilyen diavetítés szerűséget a videóink alatt? Első körben természetesen akkor, amikor valamilyen egymás után következő képeket szeretnénk bemutatni, illetve a természetes felhasználáson kívül, amikor diavetítésre használjuk, akkor érdemes egy hosszabb szöveg alatt is képeket folyamatosan vetíteni. Miért? Mert hogyha egy statikus képet lát az ember, és te beszélsz, és nem változik a kép, akkor egy idő után hát egy kicsit elbódul. Mert nézi a nagy semmit, az adott statikus képet, egy kicsit izgalmasabbá, érdekesebbé tudod tenni a beszédet, míg ha nem is közvetlenül hozzátartozó, de a témához tartozó vetített képek mellett kevésbé unja el magát a hallgató, illetve hát a videó nézője. A másik gondolat, hogyha egy hangos könyvet szeretnél közzétenni, azaz felolvasol egy művet, vagy a saját versedet adod elő, vagy akármi olyan beszédet tartasz, amihez igazából konkrétan képeket nehéz oda tenni, hiszen ha felolvasol egy művet, akkor minden eseményt, amit te felolvasol, nem fogod képekkel illusztrálni, de hogyha menet közben a témához tartozó képek váltják egymást, nem alszik el a hallgató. Bár hangos könyvet nyilvánvalóan nem nézni szoktunk, hanem hallgatni, de itt is egy jó gondolat, a főcím, író és a mű, meg esetleg a felolvasó nevén kívül, esetleg egy statikus képen kívül, esetleg egy váltott képes megoldás talán érdekesebbé teheti a te művedet. Nem alszik el annyira könnyen az ember. A másik, hogyha valami zeneszámot adsz elő, és nem magadat videózod, ahogy te zongorázol, gitározol vagy énekelsz, akkor is érdemes valami hozzátartozó, kellemes képekkel illusztrálni az adott zeneművet. Egyértelmű, nem unja el magát az ember, és hogyha nézi a képet, a videót, akkor nem olyan uncsi az egész. Oké. Illetve természetesen egy nagyon fontos technikai gondolat, minden olyan esetben érdemes váltott képet, tehát diavetítést, vagy akármi nem statikus képet mutogatni, amikor például te beszélsz, és utána már olyan jön, amire figyelni kell. Miért? Mert egy hangos könyvet, ha felolvasol, vagy a saját versedet felolvasod, akkor nyilvánvalóan, hogyha mellette más csinál a kedves hallgatód vagy néződ, az nem olyan nagy gond, de hogyha egy programot mutatsz be, vagy egy előadást tartasz és beszélsz, mondjuk egy életrajzot mondasz el, és utána elemzed az adott festőnek mondjuk a képeit, akkor jó lenne, hogyha menet közben, amíg az életrajzát mondod el, nem fordulnának el az emberek a videótól, hanem figyelnének, hiszen a későbbiekben a vizuális figyelmükre is szükség lesz. Azaz, ha egy dumás, beszédes, zenés rész után érdemi, vizuális témát adsz elő, akkor természetesen, hát jó lenne, hogyha a monitorra koncentrálnának. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet oldani KDN Live alatt, illetve a másik, amire érdemes figyelni, hogy a KDN Live-ba három beépített klipgenerátort is beleraktak, ami igazából nem túl hasznos, de időnként nagyon kellemesen tudod használni. Azaz ilyen periférikus dolog, nem is fogom túl bonyolítani a dolgokat. Hát bizony nézzük meg, hogy hogyan lehet egy klippet elkészíteni egyszerűen a képekből. Az első feladat természetesen az, és ezt mindenkinek ajánlom, most éppen nem látni, de későbbiekben látni fogjátok, hogy érdemes az összes a klipbe szereplő képet egy könyvtárba behelyezni, így gyorsan és villámgyorsan tudsz válogatni közülük, illetve meg tudod adni a kiterjesztés egyéb olyan gondolatot, ami szerint te gyorsan szelektálni tudod a klipbe belerakandó képeket.
Gyakorlatilag nem muszáj, hiszen be tudod tallózni 20 képet 20 helyről is a Winchesteredről, de én azért jobban szeretem, ha valami gyorsabban megy. Hogyan tudunk egy diavetítési klipet összehozni? Hát természetesen be tudjuk húzni ide az összes képet, és egymás után rátesszük ide az idősorra, és egymás után lejátszuk. Na hát ez eléggé macerás. Ha több képet szeretnél beiktatni, azaz mondjuk 20-30 képnél már azért ez a módszer, hogy egyesével berakosgatod és húzogatod, igazgatod, átmeneteket teszel közéje, egy kicsit macerás. Ezt a KDN Live automatikusan meg tudja tenni a Project és diavetítés klip hozzáadása, vagy pedig itt is a diavetítés klip hozzáadása megteszi számodra ezt. Első körbe kapjon egy nevet, én mindig adok neki egy nevet, ha más nem egy sorszámot, mert hogyha 2 darab ilyen klipet készítesz az adott feladatnál, hát előfordulhat, hogy nézegetni kell, hogy hát melyik és hogyan, miképp. Van neve, aztán már azonosítani is tudjuk. A mime típus, azaz a fájkiterjesztés, fájtípus szerinti válogatás, vagy fájnév szerinti válogatást is meg tudod tenni. Én a mime típus, azaz a fájtípus szerinti válogatást szeretem, megadom, hogy milyen kiterjesztésű képeket szeretném, hogyha belerakosgatná ebbe a projektbe, és meg kell adni az elérési utat. Az elérési utat, azt a könyvtárat, amiben te belerakosgattad a képeket, én a letöltések a mappába raktam bele, rákattintok, és látható automatikusan azokat a képeket, azokat az eszközöket kiválogatta, ami JPG, és bizony abban a könyvtárban vannak. Nyilván egyesével is berakosgathatsz ide képeket, de hát azért egyszerűbb, hogyha így automatikusan te megteszed. A következő gondolat az, hogy a képkocka időtartalma mennyi legyen. Meg tudod adni természetesen óra, perc, másodperc és tized másodperc, század másodperc megadásával. Itt kell gondolkodni azon, hogy milyen hosszú legyen egy darab képnek a megjelenítése. Azaz, hogyha van neked 10 képed, és 60 másodperc, 1 percig tart a diasó, akkor természetesen el tudod osztani az, hogy hány másodperc nagyjából, igazából ezt érdemes jól behatárolni. Én alapesetben azt az elvet követem, hogy megnézem, hogy milyen hosszú a beszéd, ami alá ezt a diasót beszeretném tenni, és annyi képet szedek össze, hogy 5-10 másodperc nagyjából váltokozása kitöltse az egészet, azaz inkább több kép változzon többször, mint mondjuk egy perces beszéd alatt 2 kép megváltozik egymás után, hát az azért eléggé uncsi tud lenni, azaz meg tudod adni, hogy milyen sűrűn váltokozzanak a képek, képkocka szerint, és meg tudod adni, hogy hány képkocka legyen, értem azt, hogy hány képkocka időtartalmig tartson, hát azt hiszem, vélhetően mindenkinek a másodperces beállítás az, ami kedvezőbb, hogy látni lehessen, én az 5-6-ra változtattam, szuper. Igaz? Megváltozott. Ismétlődő lejátszás az, hogy folyamatosan játsza le az adott klipet, azaz folyamatában menjen körbe-körbe. Ezt nem szoktam használni, én hogyha folyamatosan szeretném lejátszottatni egymás után ezt az elkészített videoklipet, diavetítést, akkor egymás után bepakolom, természetesen az idősorra, és aztán egymás után jön, nekem kényelmesebb. Levágás középen felkiáltású dolog, illetve az áttűnést meg tudod adni. Az áttűnés az azt jelenti, hogy van mondjuk 6 másodperces A kocka, és utána jön a 6 másodperces B kocka, hogy legyen áttűnés a kettő között, annak a hosszát meg tudod adni, egy másodperc bőven elegendő. A törlés, tehát az áttűnésnek a módozata, az milyen legyen, azt meg lehet adni, finomság, illetve az animációt tudod megadni, hogy a kettő kép kocka között milyen animáció legyen, hát legyen egy ilyen, hogy görgetés és nagyítás, a finomságát be tudod állítani, tehát ugyanúgy egy átmenet beállítási lehetőséged van, bár szükebb, mint hogyha az idősorra tennéd, és az áttűnés, átmenet, illetve egyéb effektusokat használnád, azaz egész szépen be lehet állogatni. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben ki fogja neked váltani azt,
hogy kézzel összeraksz egy sorozat képet, és az átmeneteket minden két kocka között külön-külön-külön meg tudod adni, de azért valljuk be, hogyha egy diasor megy, egy vetített képes dolog megy, annélkül, hogy annak különösebb jelentősége lenne, hogy milyen az átmenet, milyen hosszú átmenet, és milyen típusú átmenetek vannak, akkor azért ezzel gyorsabban meg tudjuk csinálni, és a következő, megnézzük, jó, van egy csomó képünk, amit akarunk, 11 darab, és leokézzuk, és le is generálja. Arra azért figyeljetek, hogyha lehet, a leggyorsabb Winchester SSD akármire tegyétek a képeket, mert akkor gyorsan generálja, de hogyha egy alvó állapotban lévő USB penre vagy külső Winchesterre rakod a képeket, amíg ez felpörgeti a Winchestert és beimportálja a képeket, azért az egy kicsit uncsi szokott lenni, nyilvánvalóan a leggyorsabb eszközt használjuk, és kész is van, hát bizony, nézzük is meg, 1 perc, 6 másodperc, 11 kép 6 másodpercenként, az akárhogy számolunk, ennyi, és ráhúzzuk a videósávra, hogy azért megnézzük, úgy menet közben látható, igaz, hogy azért képek változnak, és el is tudjuk indítani, és látjuk az animációt is közte. Nagyon-nagyon egyszerű. Nyilvánvalóan az animáció milyensége, a képek sorrendiségét te úgy állogatod, ahogy szeretnéd. Én ilyen helyzetekben ezt az egyszerű, áttűnéses, pici kis mozgást adó, pici belenagyításosat szeretem, miért? Mert attraktív. Tehát nem csak az van, hogy felvillanik egy kép, marad felvillanik, hanem azért itt lehet látni, hogy bizony ez kényelmes és jól kinéző dolog. Nyilvánvalóan mindenki úgy variálja, ahogy szeretné. Miután megismerkedtünk a diavetítés lehetőségeivel, nézzünk meg 3 darab, nem túl gyakran használatos, de érdekes lehetőséget. A Project menüben van olyan, hogy létrehozok, és van egy számláló, hát ezt mindenki ismeri. Aki ilyen régebbi filmet látott, az elején, végén előszokott fordulni ilyesmi. Hát bizony ez nagyon kényelmes, megadod az időtartamát, hogy előről hátra számoljon, tehát 1, 2, 3, vagy 5, 4, 3, 2, 1 sorrendben számoljon, nem túl nagy dolog, és legyen-e háttere, vagy ne legyen háttere, nyilván a feladatnak megfelelően ki tudod választani, kényelmes dolog. Mi az, ami még beállítható a típusa? 5 darab típust tudunk megkülönböztetni, az 1-es, 2-es típus, illetve a frémeket, azaz nem percbe, másodpercbe, éppen abban, amit beállítasz, számol előre-hátra, hanem a képkockákat számolja visszafele vagy előre. Tehát értelemszerűen a képkockákat számolja előre-vissza, timecode, tehát az időkódot lehet megadni vele, azaz megadja azt az időkódot, ahol éppen az adott klipet felteszed, a következő természetesen egy óra, ami előre, illetve hátrafele is tud számolni a megadott rendszerbe. Ezt érdemes megjegyezni, mert hogyha van egy olyan feladat, vagy egy olyan esemény, például amiket én elő szoktam adni egy program lefutási idejénél, be tudod állítani, hogy ő számoljon, és menjen a számláló szépen sorba. Készítesz egy olyan klippet, ami mondjuk az esemény, mondjuk egy frissítés fél perces, akkor csinálsz egy perces ilyen klippet, amikor a frissítés elindul, akkor elindítod, fölé teszed ezt a videoklipet, és ott levágod, ahol vége van, és mindenki látja dokumentálva, hogy ilyen hosszú volt az a klip részlet. Na, ilyesmikre lehet használni. A másik gondolat természetesen az, hogy legyen alatta zaj, ketyegés, vagy ne legyen bip, 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 1 kHz-es bip hang legyen alatta, vagy ne, nyilván a feladat adja. Ha ilyen bevezetés, hogy 1, 2, 3, 4, 5 másodperc múlva indul, és alatta van ez a bip, ez érdekes, vagy visszaszámol, hogy 5, 4, 3, 2, 1, és elindul a videót, és bippel dobod fel ezt a visszaszámlálást, akkor annak van haszna, illetve természetesen, ha csendet választod, akkor semmi bip, bip, bip nem lesz, hanem te tehetsz alá akármilyen zenét, és le tudod okézni,
Természetesen lesz egy neve, adsz egy nevét, egy A betűt fog kapni, és lementjük, és lehet látni. Azért érdemes egy pár ilyesmit elkészíteni, mert természetesen ezek újra felhasználhatóak, hogyha lemented, és nem kell mindig ilyen visszaszámlálót meg egyebet elkészítened. A következő eszközöd a Project, Létrehozók és Color Bars, ezt mindenki ismeri. Régen, amíg nem volt tévéadás minden nap 24 órába, előtte-utána ilyen monoszkóp-szerűségek érkeztek, és azt tudtad nézni, beállítani, hát akkor még voltak ilyenek is, hogy mennyire legyen torz a kép, illetve hát milyen szépen körbe jelenjen meg. Látható, elég sokféle van, igazából nem fókuszte különösebb, hát hogy is mondjam, finoman, nem egy világ megváltó dolog, de kezdetnek például jó, hogyha esetleg ezzel indítod a videódat, és megadhatod az időtartamát a videódnak, le is okézzuk, kap egy nevet, betesszük a címek közé, legyen ő a B, újra felhasználható természetesen, és akkor már van monoszkópunk is, színes csikocskáink is, illetve egy visszaszámláló is, amit lehet használni. A Project menüben van egy harmadik lehetőség, a fehér zaj. A fehér zaj az ilyen, ez igazából mindenki ismeri, az időtartamát megadod, legyen 5 másodperc és 5 tized másodperc, nagyon jó, és kapjon egy nevet, szintén legyen ő a C. Egy C, jó, az menetés, és ő a C. Ezt egyértelműen ilyen dekorációs célra tudod használni, visszaszámol odáig, hogy 5, 3, 2, 1, start, indul a videó, vagy egy monoszkópot beraksz, hát bizony nagyon érdekes, nem szoktam ilyesmit használni, monoszkópot, de érdekes. A következő, ez a fehér zaj, már érdekesebb, húzzuk is rá a vágó eszközünkre, és meglátjuk, van hang alatta, és egy ilyen kellemes zúgás, mint amikor nincs adás, hangyafoci van. Mire lehet ezt használni? Természetesen arra, hogyha egy szünetet vagy éppenséggel akármi olyasmit szeretnél esztétikával kiemelni, hogy most nincs semmi, és mindjárt kezdődik, vagy vége a videódnak, erre nagyon jó. De hát ez egy juncsi, legyen felirat is! Csináljunk mögéje egy feliratot, azaz adjunk hozzá egy címklippet. Hozzáadunk egy címklippet, legyen a cím az, hogy magyar Linux videók, kinagyítjuk szépen mondjuk olyan 500-asra, jó nagyra sikeredett, legyen fekete, tehát vastag, kerüljön középre, és hát bizony ne ilyen ronda legyen, hanem átmenet. Hát ez bizony így önmagában nem sok mindent fog adni, de már ez sokkal több, mint amit el tudtunk képzelni, hogy hangyafoci, aztán zúg, aztán semmi használható, és leokézzuk, majd tegyük föléje ide. Hát mit látunk itt? Azt látjuk, hogy a hangya foci meg fölirat van. Aha, de tegyünk közéje egy átmenetet, ami nagyon izgalmas. Átmenet, és válasszunk valamit. Lehet látni kiválasztott lehetőségek között, ahogy már megszoktuk, különböző minőségű és szépségű feliratot kapunk. Látható, egy olyan videót kaptunk, hogy úgy mondjam, vagy feliratot kaptunk, ami hát egy felirat, meg mögötte megy majd a hangyafoci, illetve hát természetesen itt változtatgathatod azokat a lehetőségeket, amiket te, hogy is mondjam, hát kiválasztasz, vagy szépnek tartasz, azért lehet látni, hogy azért a feliratok változnak. Nagyon jó, tehát egy felirat, vagy egy logó mögé is be tudjuk tenni ezt a hangyafocit, ezeket a pöttyöket, és utána egy kicsit feldobjuk. Arról ne feledkezz meg, mert kellemetlen tud lenni, bár látod, hogy van egy audiósáv is mellette, hogy mögötte egy fehér zaj van, tehát a kép mellett egy fehér zaj is lenne, ezt el tudjuk nagyon egyszerűen tüntetni, rákattintunk az audio vagy a videósávra, amit szeretnénk szétbontani, a csoport felbontása, és kitöröljük a mögötte lévő zúgást, és ilyenkor már egy attraktívabb felirat, ami úgy hangyafoci van az MLV mögött, azt fogjuk kapni, ezt tovább is tudod csicsásítani
Abban az esetben, ha ilyen igényed van, följebb tolom, hogy mindenki lássa, hát bizony egy ilyen kis átmenetet is hozzá tudsz adni. Egy átmenetet is hozzá tudsz adni, mármint előbukkanó átmenetet, és lehet, oké. Okay. Látjuk, a felirat megjelenik, és majd szépen el is fog tűnni, és el is tűnt, szépen tűnt el. Az, hogy éppen a feketében, hát látszó háttér mögül jönnek elő a hangyafocik feliratba, vagy éppen más effektet, átmenetet használtál te ebben a beállításban, hát akkor az a te dolgod, azt használsz, amit szeretél. És ezzel szép dolgokat is össze lehet hozni. Köszönöm szépen, sziasztok!